mezőgazdasági termelők számára szervezett a Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Magyar Kanizsa Község Agrár Uniója lakossági fórumot. Az előadás témája az új földtörvény és annak előnyei, valamint hátrányai, illetve a tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkárság támogatási formáiról szólt. Úgy érezzük, mindenképpen össze kell fogni a kis termelőket, annál is inkább, mert tudjuk azt is, hogy a községeknek a helyi szinten lévő állami föld 30%-át nagybérgázóknak kell kiadni, és így módon elesnek a kistermelők ezektől a földterületektől és a bérleti jogtól. Tehát mi azon vagyunk, hogy összefogjuk a kistermelőket a hatékonyabb gazdálkodásuk érdekében, és mint bizonyos egyesület, legyen a szövetkezet, vagy bármi olyan egyesület, amely összefogja őket, tudjunk nagyobb darabot bérelni a részükre, tehát jogosultak legyünk, mint nagyberuházók ugyanezekre a területekre, hogy a kistermelőkön tudjunk így mód segíteni, mert tudjuk, hogy ma már nem lehet 10 hektárból hatékonyan gazdálkodni, sőt, némely gazdaságok még ekkora területtel sem rendelkeznek. Azon igyekszünk, különösen a fiatalabb termelők érdekében, hogy összefogjuk őket, és földterületet tudjunk kiharcolni a részükre. A tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkárság támogatási lehetőségét már 10 napja közzétették, és már lehet rá pályázni. A lehetőségek adottak, mégpedig különösen a regisztrált gazdaságok számára több hónapig nyitva vannak. Bizonyos pályázatokon előszámlával is lehet jelentkezni, tehát van idejük jól átgondolni, és amennyiben valamilyen befektetést, beruházást akarnak végrehajtani, akkor lehetőségük van körülbelül az 50%-át a beruházásnak visszaigényelni. Többek között jégvédő hálókra, öntözőrendszerekre, kutakfúrására és egyéb hozzátartozó eszközökre, a zöldség és gyümölcsfeldolgozásban szükséges gépekre nyújthatják be az érdekeltek a kérelmeket. A támogatási összegek azok általában 7-800 000-től 1,5 millióig lehetnek, az az előszámla nagyságától és hát természetesen a számla nagyságától is függnek. Ugyanakkor kiemelném, hogy függetlenül, hogy az úgynevezett tisztán költségvetési eszközök, források azok csökkentek a tartományban, magán a mezőgazdasági titkárság, amivel más forrásból is töltődik a titkárság költségvetése, igazából a lényeges pályázatokon nem csökkentek az összegek. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb információkat a titkárság honlapján kaphatnak az érdekeltek. A lakossági fórumnak a másik témája az új földtörvény volt, amit Fremond Árpád, a Köztársasági Mezőgazdasági Bizottság tagja ismertetett a megjelentekkel. A földtörvény megváltoztatásakor több szempontot tartottak fontosnak. Az egyik az, hogy minél több termőföld ki legyen adva az elkövetkező időszakban, hisz nagyon sok önkormányzat területén erre nem került sor, valamint, hogy minél több lehetőség és befektetés vajdaságba legyen bevonzva, ahol a belső befektetőkre helyezték a nagyobb hangsúlyt. Az új földtörvény pedig lehetővé teszi, hogy a kisgazdák földterületeket tudjanak megvásárolni. Pozitívnak értékeljük azt, hogy egyébként a megmaradt termőföldet azt fel tudják kistermelőknek kínálni. Ugye azok a termelők vehetnek földet majd a jövőben, akinek legfeljebb 30 hektárjuk van, és 20 hektárig vásárolhat majd egy-egy gazda termőföldet. Az önkormányzat lesz megbízva, hogy ezt lebonyolítsa. Fontos megemlíteni azt, hogy 10 éves lefizetési idő is a termelők rendelkezésére áll. Ami a támogatásokat érinti, az állattenyésztés szempontjából növekedtek ezek az összegek. Sajnos ez már nem mondható el a földalapú támogatásról, hisz a kormányrendelet alapján 4000 dinár hektáronkénti támogatásra lehet számítani, 2000 dinár közvetlen kifizetéssel és 2000 dinár visszatérítésként lesz kifizetve. A termőföldről szóló törvény értelmében ugye egy olyan változásra került sor, aminek értelmében ugye eddig 6000 dinár volt a támogatás. A törvényben úgy volt megfogalmazva, hogy minimum 6000 dinár kell, hogy legyen a támogatás. A változtatás a törvényben most meg pedig csak annyi, hogy az van benne, hogy legfeljebb 6000 dinár, de ugye lehet kevesebb is, de ez nincsen konkretizálva, hogy mennyi a hektáronkénti támogatás. A Vajdasági Magyar Szövetségnek volt egy módosítási indítványa, aminek értelmében mi legalább minimum
minimum 8000 dinárt szerettünk volna biztosítani a mezőgazdasági termelőknek, sajnos ez nem került elfogadásra. Úgyhogy a törvényben nincsen benne az, hogy pontosan mekkora kell, hogy legyen a támogatás évenként. A Magyar Kanizsai Község mezőgazdasági termelői a fent említettek mellett még tájékoztatva lettek a kukorica és napraforgó hibridekről, valamint a búza és az árpa növényvédelemről is szó esett. Fremond Árpád a Köztársasági Mezőgazdasági Bizottság tagjával készült teljes interjút az interneten, az InfoTV Facebook oldalán megtalálhatják.